Lágy zongoradallamok nyitották meg a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termének legújabb kiállítását. Békési Bernadett néhány alkotását már láthatta a közönség Nyíregyházán és Budapesten is, de eddig csak más alkotókkal közös kiállítás keretein belül. Most először mutatkozik meg teljesen önállóan. Az alkotást 5 évvel ezelőtt kezdte, ekkor váltotta ki belőle egy életkrízis a bezárkózást és azt, hogy elkezdje a gyerekkori rajzolási szenvedélyét magasabb szintre emelni. Hogy milyen technikát használ és milyen témát dolgoz fel, azt mindig az aktuális hangulata határozza meg. Van, amikor tényleg csak a festékhez nyúlok, de én szeretem az anyagokat, szeretem akár a fát, a glettet, a gipszet, a betont, az epoxi gyantát, szóval szeretem így, ha úgy van, a lelki állapotom úgymond úgy kívánja, akkor én igenis ezeket úgymond keverni szoktam. És akkor úgy alkotok annak megfelelően. De van igen, hogy kicsit akkor pepecsesebb, akkor az olajjal fogok foglalkozni, igen, akkor az akrillal fogok foglalkozni, hát ez mindig hangulatomtól függ. De ez úgy jött, hogy lehet, hogy abból kifolyólag, hogy nem szeretem maga ezeket, hogy szabály, hogy nem is az, hogy nem mondanám azt, hogy szabály, hanem hogy az egysikú dolgokat. És ugyebár nagyon sokan, igen, csak az olajhoz nyúlok, akkor csak olajjal festek, vagy akril, akkor csak az akril. Itt számomra jelentősége van mind az ecsetnek, vagy éppen a késnek, amivel dolgozok, akár az anyagnak, maga a vonásoknak, mindennek jelentősége van számomra. A Covid idején nagyon sokan próbálták ki a számfestést, ahol megadott színkódok alapján kell kifesteni egy megadott képet. Bernadett azonban akárcsak a technikák terén, mintában sem szereti a szigorú kereteket és kötöttségeket. Ezért előszeretettel készít absztrakt képeket, amelyek közül nem tud kedvencet választani, valamiért mindegyik kiemelt helyet foglal el a szívében. Például ez az olajfestmény. A színes fej az eleve nagyon jó volt festeni, nem egy megszokott technikával csináltam, nem tudom, hogy más szokott-e ilyen vagy hasonló technikával dolgozni. Több mint 1 évig száradt, 1 év 4-5 hónapig száradt az a festményem. Nem nagy festmény, de nagyon szeretem. Ezen kívül még ugyanúgy vannak betonos, glettes festményeim, vagy éppen az epoxi gyantás festményeim, ezek mind a szívemhez nőttek. A Hobbi Művész alkotásait a Túllélek című kiállítást szeptember 13-áig láthatják az érdeklődők Nyíregyházán, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében.